ezzel az idézettel kezdeni Pasteur a halálos ágyán kimondta az igazságot Isten előtt. A baktérium semmi, a táptalaj minden. Ennek ellenére mi most csak a kórokozókkal foglalkozunk, nem a táptalajt, az embert építjük, és ebben a Covid járványos világban hol a lélek és hol van Isten? A félelmet erőltették ránk. A félelem mit mond? Mindenki meghalhat, csak én nem. Maradjon otthon, legyen távol tőlem, viseljen maszkot, veszítse el az állását. Ha nincs félelem, akkor a lélek vajon mit mond? Uram, ha kell, védj magadhoz, csak a másik megmaradjon. Csodákról beszélnek, beteg is nem fertőz. Ismerünk az influenzát, olyat, aki beteg is nem fertőz. Beteg is szuperfertőző, szupermenek vannak közöttünk. Beteg is volt, nincs ellenanyag a szervezetében. Beteg, a tesztje pozitív, majd negatív, és újra pozitív, és ez így megy 6-szor. Kínában, Wuhanban közöltek olyan esetet, 600 embert megvizsgáltak, és 29-szer találták ezt, hogy 3 és 6 között ismétlődött egymás után a teszt. Ezek után kimerem jelenteni már is az elején, hogy Magyarországon nem volt járvány, amire be lehetett volna vezetni ezeket az intézkedéseket. Külföldi nyomás, politika és gazdasági érdeket állnak mögötte. Tisztázzuk és ezt próbáljuk akkor igazolni. Világjárvány. Mit jelent a világjárvány? Legfőbb kritériuma az új kórokozó. Most már tudjuk, hogy nincs új kórokozó, hiszen le van írva Olaszországban, Angliában, Franciaországban, New Yorkban, 2020. január-február hónapban már a talaj, vagy a szennyvízből izolálták ennek a vírusnak a genetikáját. Sőt, Kanadában 2013-ban. Tehát nem egy új vírus. Ez az alapkritéria a világjárványnak, hogy megjelenik egy új vírus. Ez egy nem új vírus. Azért vannak ilyen csodák, azért tűnik minden úgy, mert már x-szer átesettünk rajta, immunitást szereztettünk, tehát ez az egyik legfőbb indok. Sebes terjedés. Még a WHO szakemberei is azt mondták, még májusban 50%-kal kevesebb a terjedési sebessége, mint egy influenza vírusnak. De látjuk is, hogy mennyi beteg van. Nem tesz pozitív, beteg mennyi van. Nézzük meg. A harmadik a halálos kritérium. Ezt már relativizálták Chan idejében, ugye ő volt a Dr. Chan, a WHO-nak a vezetője, ő már enyhe betegségre is betette ezt. Ezek azért jó, mert megszűnnek a védelmi ellenőrzések. A gyógyszerek szabadon kipróbálhaták, ahogy itt elhangzott, hogy ember kísérletek is mehetnek, akár oltással, akár gyógyszerrel. Itt van a remdesivir. Ezt próbálják például ránk erőltetni, hogy ez a jó gyógyszer Amerikában is. Egy kúra 700 ezer forint. A másik hidroxiklorokin. Erről meg tudjuk, hogy fillérekbe került maláriákkal, a reumás betegeknél Magyarországon is használtuk. Ezt a WHO próbálta relativizálni. Úgyhogy beindított egy kísérletet 35 országban, 3500 beteggel köztem Magyarországon is, 4-szeres toxikus dózist adtak a betegeknek, és így gyilkolták a betegeket, mint kiderült. Tesztek, maszkok, konténerkórházak, erről mesélhetünk Magyarországon is. Milyen minőségű maszkokat vesznek, milyen minőségű teszteket. Merkeli, a Semmelweis Egyetem rektor állapította meg, hogy a gyors tesztek, amik a kezébe kerültek, 20%-os minőségű. Ha földobom a pénzt, leesik, még az is 50%. Ilyenekkel nem lehet dolgozni. Konténer kórházakat, amiket láttam, egy se üzemel, Salgótarjánban vagy az országos kórházakban. Óriási mennyiségű pénz ment el lélegeztetőgépekre, ami végül kiderült, hogy nem jó. Csak oxigénterápia jó. De végén még ez a jó, mert nem is lélegeztetőgépre, hanem inkább oxigénterápia van szükség a betegeknek. Vírusellenes oltóanyagok. Ugye, ha itt a vészhelyzet,
akkor nem kell 5-7 évet, mint Bakri professzor mondja, vagy 10 évet, vagy valamelyik oltás 12 év múlva jön, ki lehet egy fél év múlva is hozni. De azért a jó Isten dolgozik, mert ugye Oroszországba hozták ki az elsőt január 1-től, de van egy kritériuma, hogy krónikus betegek, allergiásoknak nem jó, tehát nem kaphatják. Hát ez felölel az egész idős osztály, és annyi viszont pozitív náluk, hogy nem kötelező. Akkor ott van a Moderna vizsgálat, arról is már bebizonyosodott az első kísérletek után, hogy gyakorlatilag a delikvenseknek, akik kipróbálták, 100%-ig tüneteket okozott. És 2 hónap alatt lecsengett, tehát egy évbe kéne 5-6-szor oltani. Mi értelme van? Ugyanez az AstraZeneca, ott azt olvastuk, hogy az állatkísérleten beadták az állatoknak, és 100%-ig megbetegedtek utána. Tehát lesz még itt azért meglepetés bőven, és főleg ez az mRNA-s, tehát messenger RNA-s oltás, ez, amit nem szabad hagyni, amit Bakri professzor is mond, amit beleavatkozik a genetikánkba. Ez nagyon fontos, hogy ne menjen. Ismerek rengeteg, legalábbis 2 embert, aki természetes növényi kismolekulákkal van szabadalma Magyarországon, ami speciálisan ez a növényi molekula odaköltődik a vírusnak a tappancsához, ami ugye a tapadást gátolja meg, de állam még nem kereste meg, pedig már előállították és terjesztik is, reklámot nem akarok, de ha valaki megkérdezi, meg tudom mondani. Ki kell mondanunk ezek után azt is, hogy nem lesz második hullám. Olyan egyszerű, mert az örökítő anyag gyakori másolódás során elmutál. Ezt minden virológusnak tudni kéne. Nem is értem. Már több mint 4000 mutációnál járunk. Ezért nincs klinikailag fixen meghatározható tünete. Ahány beteg, annyi tünet szinte. Thomas Löscher egyetem COVID-19-nek nincsenek összetévezhetetlen tünetei. Le van írva. Vagy fenyegetnek az újrafertőződésével. Kórai orvosok kimutatták, hogy a teszt nem tud különbséget tenni az élő vagy az elhalt sejbe bejutott vírus között, és ezért úgy veszik, mintha az egy új megjelenése lenne, holott az elhalt sejbe van még a vírus, és ezt mutatják ki. Fertőző beteg fogalma, csak tiszta logika, így írja a szabály. Fertőző beteg, fertőző betegségben szenvedő ember. Hát akkor most hogy létezik az, hogy teszt pozitív a 80-90%-a gyakorlatilag nem beteg. Hát akkor hogy lehet a fertőző betegségekkel számolni, a fertőző betegségben szenvedő ember? Ez a diagnózis a fertőző betegségnek. Gondoljuk el, ez szintiszta logika. És nem teszt pozitív személy. Mert a teszt pozitívakkal lehet az embereket megfélemlíteni, hogy mennyire emelkedik a teszt. Nem. Az egész járvány központjában egyébként a teszt kérdés áll. A betegeket számoljuk, ne a tesztet. 10% a teszt pozitíviknak beteg. Tehát most mondjuk, ha 5 millió vagy nem tudom mennyi teszt pozitív van a világon, el kell osztani 10%-kal, gyakorlatilag csak az annyi a beteg. Tehát már mindjárt másképp hangzana mindenki felé, hogy mennyi a beteg. Maria von Kerkhove például WHO orvosa, ugye? A tünetmentes teszt pozitív betegek valójában nem fertőznek. Nem merte kimondani, hogy egyáltalán nem fertőznek. Nem fertőznek. Nem tudjuk, hogy ugye, hogy alakul ez. A járvány fogalmához tartozik még a küszöbérték. Magyarországon csúcsidőben átlag napi 60 teszt pozitivitást észleltünk. Egyszer volt 210 egy nap, amikor az öregek otthonát országosan tesztelték. És nem beteg, ezek csak teszt pozitívak. És ugye influenza idején minimum napi 2150 beteg van. Ez a minimum. És nem teszt pozitív beteg. Látjuk a különbséget? Hogy lehet kimondani a járványt egy ugye, és azt is látjuk, hogy ugye ez csak eseti előfordulás, a 60 teszt. Az már az 2050 tömeges. Hogy lehet esetire járványt kimondani, de nem az, hogy lezárni az országot, különböző szankciókat hozni, hogy nem lehet kijárni, stb. A COVID-teszt pozitív a 95%-a legalább tünetmentes. Az influenzás betegek 100%-a tünetes. Tehát valami sántít itt, hogy lehet az, hogy ez egy influenza-szerű koronavírus, az influenza vírusok közé tartozik.
Hogy létezik, hogy ebben az esetben 90%-a tünetmentes, a másiknál 100%-a? A teszt pozitívak jelentős részében nincs ellenálló szint emelkedés. Ez is megoldhatatlan vagy képtelenség, hogy nincs. Ugye volt 29 sportoló, akik kiszűrtek élsportoló, többi sportoló közül, és végül azt mondták, hogy betegek, karanténba tették, meggyógyultak, és utána adni akartak vérplazmát, és csináltak náluk vizsgálatot, ugye, hogy ellenálló szint emelkedés van-e. 29-ből egynek találtak. Hát ez nem létezik. Akkor vagy nem volt beteg, vagy a teszttel van a baj. Mindig a tesztre figyeljünk, mert a teszt okozza itt a legnagyobb problémát. Influenzás betegnél egyébként általában egy évig megvan az ellenálló szint emelkezik. Ha jön a következő influenza, azelőtt szokott lecsökkenni, azért tudjuk elkapni esetleg minden évben. De én ellenállókról beszélek, nem arról, mint a professzor úr, Bakri professzor úr, hogy ugye ha viszont a T-sejtes immunitás, amiből most az volt a lényeg, gondoljuk el, hogy 60 vagy 85%-a a lakosságnak valószínű Magyarország is a T-immunitás által védett. Tehát akkor hogy lehet majd most fenyegetni, hogy majd szeptemberben jön, októberben jön, ez a Fauci ötszörös eljövetelt ígér az influenza vírusnak. A Covid lefutása, mint a koronavírus, tehát ennek a vírusnak is egy kicsit emelkedő lapos körbe. Ugye Cilike minden nap fenyegetőzött, hogy holnap jön a csúcs, holnap jön a csúcs, holnap jön a csúcs, így ment. És akkor jött a politika. Egy politikus azt mondta, hogy állj, itt vége. Ezt mondjuk köszönhetjük a politikusoknak, hogy legalább elmúlt. Mert az a baj, hogy az egészségügyi dolgozóknak kellett volna ezt azt mondani, hogy nem, nem jön, mert nem jellemző rá. Az influenzára jellemző a harang alakú körbe, a nagy kiugrás, és utána vissza. Epidemiológiai kritériumai a járványnál, hogy bizonyítsuk, kitől fertőződött. A covidos betegnél nem egyértelmű, mert csak tesztpozitívak vannak, de nem biztos, hogy van ellenanyagszint emelkedésük. Mitől van az ellenanyagszint emelkedésük? Tehát nagyon nehéz helyzetben vagyunk, nagyon sok az A-pozitív és A-negatív eset. Influenzánál sohasem végzünk testet, pedig sokkal nagyobb számú beteget betegítnek, és sokkal súlyosabb, mint ez. Járványtani kritériuma a biztos laboratóriumi megerősítés. Ugye ez a reverse transcriptált PCR tesztek COVID-19 kimutatására nincsenek hitelesítve. Úgynevezett arany standardnak hívják azt a szabályt, ennek nem felelnek meg. Ennek tagjai a pontosság, érzékenység, specifitás. Ez sehol nincs leírva. Anélkül ezt a tesztet nem lehetne alkalmazni. Tudjuk, hogy Kerry Mullis, aki kitalálta, ő mondta, hogy ezt csak tudományos célból lehet használni, ilyen tömeges tesztelésekre nem jó. Ennek egyébként mégis elfogadták, mert egy éve meghalt. Ehhez kellene vírusizolálás, vírustisztítás, és ennek egyértelmű kimutatása, és esetleg elektromikroszkóppal vizualizálás, megjelenítés. Na ilyeneket nem látunk sehol. Tehát totál vírus kimutatás, nem tudunk ugye, hogy tisztított formában, és akkor azzal foglalkoznánk, mi csak RNS, DNS töredéket mutatunk. Elhagy RNS, illetve élő sejtekben lévő vírusban sem tesz különbséget, ez a fals pozitív, ezt már az előbb mondtam. Tehát töredékeket mutatunk csak ki, RNS, DNS töredéket. Ők azt mondják, hogy ez a teszt csak RNS mutat. De kérdem én, hogy most volt egy hete, csak egy pillanatra fönt volt, nem tudom, ki látta az internetet, Magyarországon a rendőrség egy por minta alapján beazonosított egy anyukát, aki 17 évvel ezelőtt egy magzatot megszűnt és ezt a szemetes kukába dobta, és meg volt a génszekvenciája a magzatnak is, a porteszt alapján azonosították be. Na, hát akkor nem csak RNS-t tudunk vele vizsgálni, tudunk DNS-t is. Tehát nagyon el kell gondolkozni ezeket. A vírus mennyiségéről, a vírus terheléstől nem ad információt, de nem tudjuk, hogy mennyire súlyos, mennyire nem, akkor minek érdemes eltervezni. Vigyük be, ne vigyük be kórházba, maradjon otthon, ha erről nem ad információt, akkor vigyük be majd, amikor már fél halott. Tehát értelmetlen tulajdonképpen ez a rengeteg tesztelés ilyen szempontból is.
És akkor beszélnék a tesztekről, a preparált teszt. Tudjuk a tanzániai esetet, ugye? A tanzániai elnök 100 vakcinát növényekbe, állatokba mindenkinél letesztelte, elküldte, és mind a 100 pozitívnak jön vissza. Hogy létezik ez? Csak ha preparált a teszt. Angliában már márciusban jeleztek olyan teszteket, ami preparálva volt vírussal. És utána ugye volt egy gép is, egy arab járat Görögországba, ugye amíg felszálltak 120 teszt negatív, megérkeznek teszt pozitív. Hát ezt nem lehet másképp elkezdeni, tehát ide kell figyelnünk, az egész járványnak a kulcsa, ez a tesztelés. Nagyon oda kell figyelni. Mintavétel. Ugye csak RNS tesztek. A mintavétel úgy van, hogy nem csak oda kell érinteni a pálcát a nyálkahártyához, ráadásul be kell dugni teljesen az orrba, amit nem nagyon ajánlok senkinek, hiszen nagyon közel van az agy, egy vékony csontlemez van tele pórusokkal, és ha preparált a teszt, vajon nem lehet-e állatokat így szoktak oltani? Tehát amikor megforgatom háromszor, akkor a saját sejtjeim is pusztulhatnak, az a DNS is belekerülhet. Tehát azt is már pozitívként jelezhetik, vagy RNS-ünk, mert a mi sejtünk is pusztul, hogyha megforgatom és pusztítom a sejteket. Mintavételt eredetileg úgy mondták, hogy csak akkor lehet tökéletes mintavételt, ha tüdőöblítő folyadékból veszem a betegtől intenzív osztályra. Tehát ez a tökéletes, ezek a pálcikákkal már nem biztos. Az eredeti leírás így volt, hogy így lehet venni mintavételt. Technika hibája. Soha nem említik, hogy ez a készülék, amit csinálják a PCR-tesztet, ez melegíti ezt a DNS darabot. Van egy mondjuk ekkora RNS szakasz a vírusnak, ilyen picit, és megsokszorozza, milliószorozza, és a melegítéssel lehet. De ha például túlmelegítem, mind fals pozitív. Ha alulmelegítem, fals negatív. Tehát ha akarom, tudom szabályozni. És kérdés, hogy ezt véletlenül csinálja, aki nem ért hozzá, hiszen ehhez nagy tapasztalat, nagy gyakorlat kell, vagy pedig akár szándékosan is tudom befolyásolni ezt a... Charles Kalischer, nincs olyan tanulmány a SARS-CoV-2 esetében, mely izolálást, teljes tisztítás leírna. Tehát azért másnak is föltűnt ez, hogy azért nem. Tehát nincs, amire hitelesítették a PCR teszteket. Tehát ez is fölveti a lehetőséget, hogy mihez viszonyítjuk. Kína megadott egy genom szekvenciát, de nem adott hozzá vírust, nem adott hozzá semmit, papíron. És most ehhez próbáljuk hasonlítani a többi szekvenciákat. Érthető? Tehát mondták nálunk is, hogy sikerült izolálni a vírus, de mi nem láttunk, sehol nem közölték le. Fényképét le kéne fényképezni elektromikroszkóppal, hogy néz ki, hogy történt, vagy pedig akár nem hisszük el. Tehát mi írtunk az egészségügyi minisztériumnak egy levelet, amiben az a válasz jött még az április 25-én, hogy jelenleg a tudományos cikkeket nem kell elfogadni teljesen igaz, hiteles dokumentumoknak. Mert tényleg még nincs. Mindenki ír mindenkit. Idézünk rengeteg cikket Amerikából, idézünk mindenhonnan, de még a tudományos összegzése nem történt meg. Tehát amit én mondok, az ugyanannyit ér, vagy amit az amerikai kollégám mond, ugyanannyit ér, mint amit ők mondanak. Ezt felejtik el. Robert Koch posztulátum. Régen volt, de világosan leírja, hogy a betegeken a mikroorganizmust ki kell, hogy lehessen tudni mutatni, ki kell, hogy lehessen tenyészteni, és a betegség tüneteit kell mutatni. Ha beoltom az állatba, betegség kiváltható legyen, kórokozó kitenyészhető, és a betegség tüneteit mutatja. Ilyen egyszerű. De ez a COVID esetében nem áll meg, hiszen nincsenek speciális tünetei. Hiszen Kínában is, ahogy jöttek a telt az idő, újabb vírusok, újabb megbetegedések, mindenkinek kicsit más tünet. Végül már az idegrendszertől kezdve minden érintett lesz lassan. De ugye nem tenyészhető ki, nem látjuk a vírus képeket, nem látunk mikroszkópos képeket, amiket én is vetítek háttérnek, az nem mikroszkópos képek, az a grafikák. Tehát grafikával van tele tulajdonképpen az internet, amikor letörtök egy vírusról, hogy na hogy néz ki a COVID vírus, nem eredeti fényképek. A legfontosabb a halálozás tisztázása, ez az Euromomo, amit már idéztek itt, ugye 24 Európa állam 27-ből, közte Magyarország is benne van, 2016 óta közzéteszi a heti halálozást,
nem részletezi a halálokokat, ez így helyes, mortalitást, ugye elhunytak összlétszámát mutatja ki. Egy influenza ciklus vizsgálunk majd ugye 2019. novembertől május 20-áig, vagy májusig. Igen. Vizsgálunk szó. Tehát ezen jól látni a 2017-es, 2018-as, 2019-es, most visszatérítem, mutatom a vezélyet. Ezek a klasszikus influenza kiugrások, ugye csúcsosok, mondjuk kettős és csúcsos. És itt tényleg van egy kiugrás, de megtárgyaljuk, hogy miért. Ugye, ha kielemezzük a heteket, akkor 12. héttől emelkedik ugye a halottak száma, addig 57 ezer, után 64, 77, 88, 87, 77 ezer, majd visszamegy 67, 60, tehát nagyon rövid alatt, 5 hét alatt van egy kiugrás, majd erről még beszélünk, de ez nem olyan nagy szám. Az átlagtól való eltérés az 5 hét alatt 130 ezer fő halott. Gondoljuk el, 30 vagy 370 millió emberből, azért nem egy nagy szám. És ugye következőképpen számolunk, így a halottak száma ugye 17-ben 1.491, 1.517, 1.596. Ezt a számot arányba kell állítanunk a lakosság számának alakulásával. Ugye nőtt 2016-ban 356, majd 357 és végül 359, majdnem 400 millió Európa lakossága. És ehhez viszonyítva a teljes lakossághoz a halottak száma 0,418, 424, 443, csak ugyan nőtt a 2017-18-tól 424-ről 443-ra, de a hivatalos források által a pandémiának tulajdonított mortalitás csak 0,019%. Tehát erre nem lehet bezárni semmit. Ez éppen, hogy csak megemeli a halottak számát, és amikor nézzük, mindig év végén kell nézni a halottak számát. Minden, bármilyen lakossági fölmérés megy, mindig az egész teljességet nézzük, és ha teljes évet fogjuk nézni 2020-ban, még lehet, hogy mínuszba fog menni. Tehát nem, hogy megemelkedett, hanem lehet, hogy süllyed. Mert azok, akik akkor meghaltak volna, meghaltak hamarabb, akik később. Itt csak röviden, tehát itt lehet látni, hogy ugye ez a 11. hét, itt a 12. 13. Tehát ideig a 13. hétig kihirdették a vészhelyzetet. És gyakorlatilag utána kezd igazán emelkedni. Hát most hogy van ez a vészhelyzet, hogy kiürjetjük és utána emelkedik? És utána van egy gyors csökkenés, és 18 az itt van, utána visszaáll az eredeti szintre. Most nagyon sok mindent szorolhatnánk fel, pszichoszomatikus, instabil betegek, olyan, akik abban az évben meghaltak volna, nyilván meghaltak hamarabb, itt is Amerikából is hangzott el rengeteg indok, influenza kiugrás, félelem, pánik, hát abban rengeteg tudós azt mondja, hogy a félelem pánik többet ölt meg. Korai intubáció, nem megfelelő gyógyszerek, gyógyszer kombinációk. Amerikában millió helyen kiderült, hogy olyan kombinációkat alkalmaztak, amit nem lehetne normálisan alkalmazni. Olyan vírusemes gyógyszereket adtak, aminek rengeteg mellékhatása van, szteroidokból annyit megemelték, hogy abba haltak meg Olaszországban is fiatal emberek. Mert nem jó volt a teória, hogy hogy kell kezelni. A légszennyezés, egyéb vírus, kumulatív, erősítő hatása, mert nem beszélünk az influenza. Az influenza ugyanúgy van emellett a koronavírus mellett. Csak nem beszélünk róla. Időskor, sok társbetegség, egészségügyi elégtelen ellátás, például Olaszország. Minden évben az influenza idején majdnem az utcán fekszenek a betegek. Ez nem új dolog, ami ott lezajlott. Halálozás Magyarországon nézzük meg, 220 első 16.000-16-én 42 ezer ember halt meg. 3500-al, azaz 8%-kal kevesebb, mint 2012-ben. Hol indokolja a halálozás ennek a leállítását, ennek a minden dolognak? A COVID-19 vírusban a 16. hét alatt ugye 252 ember hal meg. 252-t arányítsuk gondoljuk el, hogy egy COVID-os betegre átlagban 100 millió forintot költünk. Egy 80 éves vagy 90 éves betegre, és van egy gyerek, aki daganatos és még előtte az élet, 10-15 millió forint, amit költünk rá. Minden lélek fontos, minden ember fontos, de azért ne essünk túlzásba.
Sem kor, sem nemzeti kiugrás nem figyelhető meg Magyarországon. Külföldön volt ugye a férfi és az időskor. Magyarországon az influenza áldozatai mindig többlet halálozással állapítjuk meg. Nem számoljuk, a körzetorvos nem írja le, senki nem írja influenzába, csak tudjuk, hogy abba halt meg. Egyszerűen megvan a halálozások. Ennyi, ha fölülment egy kicsit, akkor az az influenza következtében. Miért nem így csináljuk most? Miért számoljuk külön? Miért ijeszgetjük az embereket azzal, hogy csak a halálozás, a tesztpozitivitás halálozás? A tesztpozitivitás mindig nő, ha több tesztet csinálok. Halálozás meg ugye tudjuk most már olaszországi adat alapján, az összes halál 1%-a tisztán COVID vírus. 1%-a. Így kezeljük a halálozási adatot. Itt van jelenlegi tesztelési járványban, most már ez lesz mindig, hogy mindig mondják, hogy az van. Mezőkövesnek utána néztem, 42 teszt pozitív, 2 beteg került kórházba, egyik 5 nap, másik 7 nap, egyik azt mondta, hogy tüdőgyulladás, de nem volt láza. Majd hazaengedték. Mindez körülbelül 60 millió forintba került. Hát megéri ezeket, és ugye arra akarom rájönni, itt van mező, Németország húsüzem, 6000 tesztet végeznek, 1234 pontosan, már nem emlékszek, mennyi pozitív lett, és utána az újság csak annyit, hogy van még számos beteg. Hát az a fontos, hogy mennyi beteg van. És beteg nélkül hogy van teszt pozitivitás? Ha csak nem a tesztben van a hiba, nem a tesztet csinálják, ezen kéne elgondolni. Ha az afrikai, a tanzániai elnök, ki megmerte tenni, és azt mondta, hogy nézzünk utána a tesztnek, mert ez így van, Európában miért nem néz mindenki utána, hogy valójában tényleg ez egy tesztelési járvány. Köszönöm szépen!